Idén sem maradnak támogatás nélkül a civil és sportszervezetek. Kazincbarcika város önkormányzata Szitka Péter polgármester kezdeményezésének köszönhetően bruttó 10-10 millió forintos összeggel írt ki pályázatot áprilisban az egyesületek működésére és programszervezésre. A pályázatokról a Társadalompolitikai Bizottság május 10-i ülésén döntött. A nyertesek között van a Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület is, amely Hősök Napi rendezvényét valósítja meg az elnyert összegből május 21-én a Kazincbarcika alsói Református Egyház község templom kertjében. A polgármester úr mond egy emlékező köszöntést, lesz ünnepi beszéd, és lesz katonai koszorúzás, és ez nagy örömünkre szolgál, hogy ezekben a rendezvényünket magunk mellett tudhatjuk az Irinyi János Református Oktatási Központ tanulóit, illetve a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanárait. Dr. Makai Orsoly alpolgármester elmondta, 22 civil és 10 sportszervezet nyújtotta be színvonalas pályázatát a Kazincbarcikai önkormányzat felhívására, amelyet egy hiteles, átlátható, korrekt helyzetelemzés előzött meg a helyi közösségek igényeiről, problémáiról. A lehető legtöbb sportszervezet, illetve civil szervezet az igényelt összeget teljes egészében meg tudta kapni. Nem is merítettük még ki egyébként ezt a 10-10 millió forintos bruttó összeget, de alapvetően mindig szoktunk rajta tartalékot hagyni, hogyha felmerül még évközben is valamiféle igény, egy jó rendezvény, amire nem számítunk előre, akkor ezeket tudjuk belőle finanszírozni. Úgyhogy több mint 8-8 millió forintot sikerül így kiosztani a Kazincbarcika Város önkormányzatának mind a két területre, tehát a civilre és a sportra is. Az érintetteket a napokban értesítik az eredményről telefonon és e-mailben is, amely a támogatási szerződés megküldésével és aláírásával válik majd véglegessé. És nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a támogatási szerződést követően ugye majd a városlakók is találkozhatnak nagyon sok programmal és lehetőséggel, amit a helyi civilek, illetve sportszervezetek fognak majd kínálni. És ezt követően pedig lesz majd egy viszonylag komoly elszámolás is, hiszen ez is fontos, hogy lássuk azt, hogy a civil szervezetek és a sportegyesületek mire is hogyan használták fel az összegeket. Ezek nyilván technikai kérdések, de ezekre is nagyon-nagyon figyelünk itt a polgármesteri hivatalban. A nyertesek listája és az elnyert támogatás összege a www.kazincbarcika.hu oldalon lesz megtekinthető.